Sziasztok! Köszöntelek titeket! Újra itt a Giga Virág Szerencsi csatornámon. Alex vagyok, a videók készítője. Csatornámon legfőképpen sorsít kaparásokat, illetve teljes pakkő kaparásokat láthattok. Gyertek, kaparjunk együtt sorsügyeket, és éljük át a szerencse pillanatát. És most következzen a sorsügyek lekaparása. Sziasztok, Alex vagyok a Giga Virág Szerencsi csatornáról. A mai videóra hoztam nektek egy kis kerékszórósügyet, egy nyomkövetőt, illetve egy szuperbankót, és most ezeket fogjuk megnézni, hogy milyen nyereményeket tartogat számunkra. Tartsatok velünk! És akkor most kezdjük is erre a kiskerék, a nyomkövető, illetve a szuperbankó sorsét lekaparását. Akkor kerekezzünk most a kiskerékkel egy kicsit, nézzük, hogy milyen nyereményt tartogat számunkra. Keressük a nyert szót az első játék részen. Az elsőnél hát, ha a következő, az nem jó, akkor a másodiknál lesz a nyert szó. Próbálja újra. Nézzük a harmadikat. Talán máskor. Legközelebb. Hajszál híján még négy esélyünk van. Szinte. Majdnem. Még két esélyünk van ezen a játékon, hogy kijön a játszó. Nem talált. És közel volt. Sajnos nem jött ki a játszó. Nézzük, hogy lesz-e mázlink. Hát az Y az sajnos nem jó. Rosszul kezdtünk, nem jön ki a mázli szó. Nézzük, hogy lesz három azonos összeg. Van egy tízezres. Tízezres? Ne jön a tízezres? Ez egy százezres. Ötezres. Ötezres? Akkor ötezer vagy tízezer? De sajnos százezrest adott, mindenből kettő. Nem lett három sajnos. A betűink pedig egy D betű. És egy T betű különböznek sajnos. Akkor most nézzük a mai videónk második sorsjegyét, az 500 forintos nyomkövetőt. Nézzük, ez egy 0-26-os sorozatszámú. Nézzük, hogy lesz-e három azonos összeg, illetve három azonos szimbólum az első játékon. Kezdünk egy kávéval, pénzköteg, pipa, ez egy 20 000-es, pipa, abból már kettő van, nézzük, hogy jön a harmadik, pénzkötegből is kettő van, 1300-as, nagyító, 10 000-es, 5 000-es, szemüveg, 1300-as, abból is kettő van, pénztárca, és az utolsó, pedig egy óra, sajnos nem jött ki sem összegből, sem pedig szimbólumból három egyforma. Nézzük, hogy lesz-e a bónuszjátékon nyerőszámmal egyező szám. A nyerőszámunk a 27-es. Van egy 11-esünk, 23-as, 25-ös, és az utolsó pedig egy 21-es. Hát sajnos nem lett nyerőszám, egyezőszám. Ideig kettőből semmi, ez nagyon elszomorító arány. A betűink pedig egy A betű, és egy B betű különböznek sajnos. Akkor már csak a 0,36-os 500 forintos szuperbankóban bízhatunk, hogy tudunk nyereményt találni ebben a videóban. Nézzük, hogy lesz a mi számunkkal egyező szám. A mi számaink a 19-es és a 3-as, ezzel kell egyezőt találni. Van egy 7-esünk, egy 9-es, nekünk 19-es van, 17-es, 15-ös,
Kettes, egyel mellé, és az utolsó pedig egy 11-es, sajnos nem lett nyerő számmal egyező szám. Nézzük, hogy erre lesz-e két egyforma szimbólunk egy sorban. Pénzköteg és pénzes zsák, az elsőben nem volt. A következőben van egy lóhere és egy kulcs. Itt sincs két egyformánk, már csak a harmadik sorban bízhatunk, hogy lesz két egyforma. Aranyrúd és patkó. Sajnos nem lett két egyforma szimbólumunk. Akkor nézzük a harmadik játékot, hogy lesz-e három egyforma szimbólumunk. Nem kell kötésbe lenni. Nyaklánc, kupa, nyaklánc, abból már kettő van. Drágakő, kupa, abból is kettő van. Gyűrű, gyűrű, abból is kettő van. Nézzük, hogy melyikből lesz három. Széf, és drágakő, mindenből kettőt adott, nem lett három egyformán. Nézzük, hogy lesz-e három azonos összegünk. Ez ideig nagyon elszomorító. Van egy ezres, 50 ezres, 500-as, három különböző, 500-as, abból már kettő van, 10 ezres, és az utolsó jön az 500-as. És igen, ott az 500-as nyerő a sorsjegy, szuper. Végre van nyerő sorsjegyünk, de még van hátra egy bónuszjáték, nézzük, hogy lesz-e pénzérmény fix 1000 forintért. Van egy bank, tárca, rabló, persely és kassa. Nem lett sajnos pénzérmény, de ezzel a sorsjéggyel 500 forintot nyertünk. És az e betűk tartoznak az 500-as nyereményhez, vagyis ez a sorsjegy megmentette a videónak a becsületét, és tudtunk nektek ebben a videóban nyerőt mutatni. Tehát összegezve a mai videót, egy szuperbankót, egy kiskereket, illetve egy nyomkövetőt kapartam le, összesen 1500 forint értékben, és ismételten sikerült csak 500 forint nyereményt elérni ebben a videóban. Hát ez nagyon elszomorító, hogy így alakult ez a videó, hogy nem tudtam nektek valami szép nagy nyereményt mutatni a csatornánkon, de reméljük, hogy a következő videó egy kicsit jobban fog sikerülni. Tartsatok velünk a továbbiakban is, hogy ne maradjatok le a legfrissebb videóinkról, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hogy elsőként értesülhessetek a legfrissebb videóinkról, és ne felejtsétek, hogy már most csatornatagként is tudtok csatlakozni a Giga Virág Szerencs csatornához, ezzel is segítve a mi munkánkat, és a csatornatagságból befolyt összegeket pedig videós anyagokra, illetve videós eszközökre fordítjuk, ezzel is javítva a videóknak a minőségét, illetve több videóanyagot tudunk ezáltal prezentálni számotokra, illetve már most kibővítettük a Gigavirág Szerencs csatorna videókínálatát challenge videókkal, ami annyit akar, hogy időre fogyasztok el dolgokat, üdítőt, illetve csokoládét, tehát ilyen challenge videókat is láthattok tőlünk a közeljövőben. És természetesen a challenge videóknál nem maradhatnak el az extrém csípős dolgok is, tehát azokkal is fogunk még jönni, még extrémebb csípős dolgokkal, mint amiket eddig próbáltunk a csatornán, tehát feszegetjük a határokat, ez a cél, hogy egy új vonalat képviseljünk, és indítsunk el ezekkel a challenge videókkal. Természetesen azt hozzá kell tenni, hogy ez csak a ti szórakoztatásokra készül, tehát senki ne próbálja ki otthon, csak is saját felelősségre, ha kipróbáljátok, de nem ajánlom, ezek még egyszer mondom, a ti szórakoztatásokra készülnek, tehát jó szórakozást kívánok nektek ezekhez a videókhoz. Én Alex voltam, a Gigavirág Szerencs csatornáról találkozunk egy újabb videóban. Sziasztok!